Köszöntöm magazinunk nézőit, Iván Anna vagyok. Mai magazinunkban is, ezen a már júliusra forduló héten színes témákkal várjuk Önöket, már mutatjuk is. Járókelő. Hogyan védekezünk a kánikula ellen? Kultzóna. Színes programok az elmúlt hétvégén. Körültekintő. Megújított épületben foglalkoztatják a fogyatékkal élőket. Gasztronómia. Kalla Kálmán spárgalevesei. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4 keretes képújság szolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Ha a hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Forró napok vannak előttünk, és minden bizonnyal a nyár folyamán ez sokszor előfordul. Arról kérdeztük a járókelőket, milyen praktikáik vannak, hogyan vészelik át a kánikulás napokat. Nézzük! Ez az a heti kérdésünk, hogy hogyan védekezik a kánikula ellen, hogyan tud felfrissülni? Hát hideg vízzel megmosom az arcomat, kiszellőztetünk, úgyhogy ezekkel nem nagyon lehet. Máshogy telnek ilyenkor a hétköznapok? Természetesen sokkal fárasztóbb egy ilyen meleg napon munkába járni, vagy bármilyen tevékenységet csinálni, úgyhogy hát azért próbáljuk átvészelni ezeket a napokat, úgyhogy nem nagyon lehet ellene különösebben más csinálni. Ezt klímaváltozást ezt fel kell fogni mindenkinek, úgyhogy ez ezzel fog járni. Ön hogyan viseli ezt a kánikulát? Hát én sajnos nagyon nehezen, mert szívbeteg vagyok, de úgy egyébként eddig még annyira, hogy mondjam, nem viselt meg végül is. De estére úgy értem, jobban áll, fáradok, szóval nehezebb, mint egy kicsit hűvösebb lenne pár fokkal. És hogyan tud felfrissülni, milyen praktikái vannak? Hát például most, ha hazaérek a munkahelyemről, akkor azonnal egy zuhany. Nem meleg zuhany, hanem inkább olyan langyos. És akkor úgy állok neki tenni az otthoni teendőimet dolgozni. Hogyan tud felfrissülni ebben a kánikulában? Hát, sajnos dolgozom, és csak munkával, már dolgozni kell, pénzt kell keresni az embernek, úgyhogy én csak a munkával, sajnos. Ön hogy viseli ezt a kánikulát, ezt az időjárást? Hát, igazából elég jól viselem, táppénzem vagyok most sajnos, lábam véget, úgyhogy én nem dolgozok, de nehezen viselem, de valahogy kibírom azért. És hogyan szokott felfrissülni? Milyen praktikái vannak? Hát, sok vizet fogyasztom. Igazából hideg vizet, hűsön vagyok. Igazából ennyi, meg a ventilátor megy egész nap. Tervezi a nyaralást, ahol úgy hosszú távon is hűsölhet egy kicsit? Hát pár napra szeretnék, igen. 2-3 napra eljönni a Balatonra, vagy valahol ide Magyarországon. Mivel aszmás vagyok, úgyhogy elég nehéz főleg így mozgva levegőt kapni. Hogy nem egyszerű. Jó lenne valami hűsítő vagy párakapu több helyre ebbe a kánikulába. Én legalábbis úgy érzem. És otthon hogyan tud felfrissülni? Hát zuhanyzással, meg hát ugye ilyenkor azért leengedjük a redényöket, az ablakokat becsukjuk, és már csak akkor nyitjuk ki, amikor hűl kint a levegő. Önök mit szólnak ehhez a kánikulához? Hogyan vészelik át? Hogyan tudnak hűsölni egy kicsit? Hát most mi pont ott jöttünk el ez a párakapu alatt, és ez nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, mert föntről a várból jövünk gyalog lefelé, úgyhogy ez most nagyon kellemes. Most meg megyünk az a várpalotára. Megnézzük, hogy milyen a járatunk, úgyhogy nagyon nehezen. Szerintem nem vagyunk eléggé hozzászokva ehhez a kánikulához, hosszadalmas. Már régóta nem esett egy kis frissítő eső, nagyon jól jönne. Hogy ti hogy viselitek ezt a kánikulát? Mit tudtok tenni, hogy felfrissüljetek egy kicsit? Hát, egész nap otthon lenni, zárt ablakok,
elég kondi. Ennyi. Terveztek valamilyen nyaralás félét, hogy egy kicsit hűsöljetek? Nem tervezünk semmi ilyesmit. Te hogy viseled ezt a meleget? Hát ugyanígy igazából, én is otthon vagyok csak egész nap. Mik azok a praktikák, amik ilyenkor beválnak, ami egy kis felfrissülést eredményez? Hidegüdítő, ventilátor, és ennyi. De ha cserélni lehetne, inkább nyár legyen, ugye? Nem. Én nem szeretem a nyarat. Hogy viseli ezt a nagyon meleg időjárást? Muszáj elviselni, úgyhogy nincs különösebb problémám. És hogyan frissül fel? Nem kell különösebben, mert nem izzadok. Hát nagy melegben nem sokat vagyok kint, úgyhogy... És több folyadékot fogyaszt? Én egyébként is sokat iszom, úgyhogy annál többet nem, mint amennyit szoktam, úgyhogy... Hogy bírja ezt a hőséget? Náza. Ez mit jelent? Mit tesz ez ellen, illetve hogy tud felfrissülni? Hát, sűrűn zuhanyzok. De más nem, nem, most nem akarom ezt a kamera, mert mesztelenül fekszek. Be se takarózom. Más nem tudok mondani erről a témáról. Tervezi esetleg, hogy lemegy a Balatonra? Nem tervezem már. Nem. Pedig kaszáj jártam az ipariba 3 évig, Balatonparton dolgoztunk, de még a Balatonban nem is fürödtem. Előző témánkhoz kapcsolódik most következő hírünk. A rendőrség a hőségben minden közlekedőt türelemre és fokozottabb körültekintésre int. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a hőséghez mindenki eltérően alkalmazkodik, és ez önmagában is jelentős veszélyforrás a közlekedésben. Jellemzően kevésbé tudnak a járművezetők koncentrálni, a megszokottnál figyelmetlenebbek, nem veszik észre a közúti jelzéseket, későn reagálnak a kialakult szituációkra. A reakcióidő hosszabbá válik, a reflexek tompulnak, megnő a vezetés technikai hiba lehetősége. A rendőrség tanácsa, hogy aki nehezen viseli a meleget, ha teheti, ne induljon útnak, lehetőség szerint kerüljék a hosszabb autózást, és tervezzék meg az útvonalat. Legyenek óvatosak! Mi kell ahhoz, hogy az ember éjjel múzeumba akarjon menni? Nem kávé, és nem is krónikus alváshiány. Izgalom szükséges, a kíváncsiság teljes körű zsigerekre is kiterjedő felkeltése. Az érzés, hogy kimaradunk valamiből. Egy éve már, hogy szomjazunk a kultúrára, a legkisebb cseppeket is hálásan szívtuk magunkba, akár online is. Ezért is hatalmas öröm, hogy idén már megrendezésre kerülhetett a múzeumok, valamint a mesék éjszakája is. Megmutatjuk, mi történt Taliándörögdön, Sümegen és Tapolcán. A nap lemenő sugarai még melegítik a köveket, melyen megfáradt tagjainkat pihentetjük. Elég egy pulóver vagy egy pokróc is, hogy leüljünk, akár gyerekeinkkel, akár barátokkal, vagy épp egyedül, a csillagokat hívva majd társainknak. A Taliándörög mellett található Szent András templomromnál ugyanis Stanó Flóra meséit hallhatták az arra látogatók, aki a Metamorfózis Meseterápiás Egyesület szervezésében elvarázsolta a közönségét. És csak hallgatni kellett. Ennyi volt a feladat itt a zavaros 21. században. Csukott szemmel, átszellemülve belesimulni a régi tanulságokba, örömökbe és erőt gyűjteni belőlük a mindennapokhoz. Csoda pillanatok egyszerre több helyen is lehetnek. Ugyanezen időben, Sümegen ugyanis, verszenei előadást hallgathattak a nézők a Kisfaludi Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Vörös Sándor Rongyszőnyeg vers ciklusából a Makám együttes és Turek Miklós színművész alkotott varázslatot. Előtte néhány órával a Kisfaludi Emlékházban is nagyon sok program volt. A Sümegi Értékek című könyv bemutatója,
Az Értékek klubja kiállítás, majd bor és sajtkóstolóval zárult az esemény. Koncertet adott a Camerata Pelzonore, mely kamerazenekar szívmelengető különlegessége, hogy több fiatal is a környékben nevelkedett és tanulta a zene alapjait. Aki pedig egy új, mások által alig ismert barlangot szeretett volna látni, az Tapolcára tette a székhelyét. A Berger Károly barlang nem várt fordulat a város alatti barlangrendszer feltárásában. Ezzel hazánk barlangi tavainak legnagyobbikát rejtheti a város mélye. A valóban éjjeli program előtt már kora este sem unatkozott, aki itt járt. Átadásra került a felújított romkert, fegyverzett bemutatót tartott a Gyulafi László hagyományőrző bandérium, hallhattak a látogatók a helyi katonai repülő alakulatról, majd Décsei Sándor bemutatta a 40 éves Tapolcai Múzeumot. Egy éjjel, ami kicsit más, egy éjjel, ami a kultúráé. Reméljük, a továbbiakban is népszerűek lesznek majd az ilyen minőséget hordozó programok. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége által létrehozott intézmény Tapolcán egy felújított épületben működhet a továbbiakban egy több mint 200 millió forint értékű beruházásnak köszönhetően. Munkalehetőséget kapnak az idejáró fiatalok, valamint elfogadó közösséget. Készült és ünnepélyesen átadásra került Tapolcán a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, mely a térségben egyedülálló szolgáltatást nyújt, munkalehetőséget, folyamatos fejlesztést, szabadidős programokat. A minőségi kivitelezésnek köszönhetően impozáns épület jött létre, melynek helyén korábban egy romos ház állt. Most pedig tágas, világos terek, otthonos, komfortos millió fogadja a Nappali Intézményben foglalkoztatottakat. Az átadáson részt vettek mindazok, akik nyomon követték és segítették a fejlesztés megvalósítását, valamint az intézménybe járó érintettek és családtagjaik. Kezdetektől több mint 20 éve állítottuk a fogyatékkal élők egyenlő esélyeinek a megteremtése itt Veszprém megyében. De nem tudtunk volna megvalósítani álmunkat, ha a kormányunk nem áll mellé és nem teszi lehetővé a projekt megvalósulását. Köszönet illeti kormányunkat, különösen a jelenlevő Fülöp Attila államtitkárnak a jogszabályi és a pályázati lehetőségek megteremtéséért, amelyekkel mi szakemberek élni tudtunk és tudunk a munkánk során és a mindennapi segítséget nyújtó szolgáltatások megteremtése kapcsán is. Így tehát itt le támogató szolgálatunk, rehabilitációs munkahelyeink Tapolcán és Sümegen, támogató lakhatásaink Veszprémben és Tapolcán, fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos szolgáltatásaink megyei szinten, különböző munkaerőpiaci információ nyújtási szolgáltatásokat is tudunk nyújtani. Nappali intézményeink Tapolcán és Sümegen, ahol természetesen mindegyik helyen munkalehetőséget is biztosítunk. Jelenleg 128 fő hátrányos helyzetű, hajléktalan, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő ember dolgozik a rehabilitációs munkahelyünkkel, illetve a nappali ellátás keretei között. Az ellátási területünk 54 település, ahonnan érkeznek az igénybevevők, élve a térségben egyedülálló munka, fejlesztési, közösségi, szabadidő eltöltési lehetőségekkel.
Az intézmény nappali ellátó szervezete a működése engedélye alapján eddig mindössze 25-ször felnőtt részére tudott a polcán ellátást biztosítani. Ugyanakkor ennél jóval jelentősen magasabb az ellátási igény. Felismertük, hogy Tapolcai, mint pedig a Sümegi ingatlan felújítását, átalakítását követően nem csak javíthatunk a nappali ellátás intézményén, hanem a fejlesztési munkakörülményei színvonalát is, illetve a férőhelyeket is tudunk bővíteni. Tekintettel arra, hogy saját forrásból ilyen léptékű beruházás nem áll rendelkezésre, fedezet csak az állami pályázati forrás tette lehetővé ezt az országosan is jelentős infrastruktúrális fejlesztést. A pályázó szervezet országos elnöke is örömének és elismerésének adott hangot az átadón. Azt hiszem, ez az épület a Tapolca városnak egyik színe virága lesz, mert nagyon szépen föl van újítva, és hát nagyon szakmai munka folyik. És ami még nagyon fontos, amin gondolkodtam pontosan én is, hogy itt egy befogadó közösség van. Az biztos, hogy az a munka, amit itt többen sok év óta végeznek, hogy a hátrányos helyzetű emberek teljesen megéljék az életüket, az itt megvalósult. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az intézmény fiataljai hasznos tagjai a társadalomnak. Az építkezés során számos nehézséggel kellett szembenézni, ám szerencsére sokan voltak, fogalmazott, akik tettek a megvalósításért. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb jelentősége, hogy vannak álmok, amelyekért érdemes küzdeni és dolgozni, és ezek az álmok, ezek megvalósíthatók. Ez egy valóban egy megvalósult álom, hiszen nagyon sok nehézséggel küzdöttek a kivitelezők, nagyon sok nehézséggel küzdöttek az egyesület vezetői, hiszen ne felejtsük el, hogy egy romos épületről volt szó, amiről kiderült, hogy szinte le kéne bontani, és az energetikai pályázat az nem elég ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. És akkor el kellett dönteni, hogy befejezzük, vagy pedig tovább megyünk és megpróbáljuk megvalósítani a projektet, és megpróbáljuk egy teljesen új intézményként átadni a fiataloknak. És én nagyon örülök annak, hogy partnerekre találtunk. A kormány azonnal segítséget nyújtott, államtitkár úr itt volt, és az építkezés során felmerült problémákat személyesen is megtapasztalta, és azonnal segítséget nyújtott. És természetesen kellett a motorja az egész intézménynek, az egész projektnek, Horváth és Somogyi Ildikóra gondolok, aki fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy ez megvalósulhasson, és az álom ez tényleg ilyen legyen, amilyen. Amit én kiemelnék, az hogy azoknak a fiataloknak tudtunk segíteni, akikre általában kevés fény vetül. És ezek a fiatalok is hasznos tagjai a társadalomnak. Ők is közösségben élnek, és ők is úgy érzik most már, hogy dolgozhatnak, hogy tevékenykedhetnek, hogy együtt lehetnek, nem csak, hogy jól érzik magukat, hanem ahogy a kisfilmekben is többször elhangzott, ők úgy érzik, hogy hasznos tagjai a társadalomnak. A másik pedig a szülőknek a problémája, akik nyilvánvalóan egész nap a gyermekekkel kellene, hogy legyenek. És ők is a nappali intézményben lehetőséget kaptak arra, hogy egy kicsit szabadabban élessenek, el tudják végezni a saját munkájukat, el tudják végezni ezt a tevékenységet, amit az élet az emberre ró. És egy ilyen szép környezetben, egy ilyen nyugodt környezetben valóban biztonságban tudhatják a gyermekeiket. Én ezt tartom a legnagyobb erényének a mai projektnek, és egy olyan csoportnak tudtunk segíteni, akikre kevesebb fény vetül. Fülöp Attila államtitkár azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben 2,5-szeresére nőtt a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Ehhez járul hozzá a Tapolcai intézmény és a tavaly átadott Sümegi telephely is. Kiemelte a nappali intézmények jelentőségét, melyek más életminőséget biztosítanak, mint a bentlakásos otthonok. Ugye ez egy nappali intézmény, és a nappali intézmény alapvetően a családok tehermentesítésébe segít, nappali felügyeletet biztosít azoknak, ahol fogyatékossággal élő gyermeket, fiatalt nevelnek. És első van egy küldetés ennek az intézményrendszernek, hogy a foglalkoztatás minél inkább erősítse.
ezt is támogatjuk, hiszen a kormánynak kiemelt célja az, hogy fogyatékossággal élő honfitársainkban megtaláljuk azt az értéket és azt a lehetőséget, ahogy foglalkoztatni lehet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a beruházás, ami itt létrejött Széchenyi 2020 és kormányzati támogatással, az pontosan az itt lévő családoknak fog nagy megerősítést jelenteni. Mert abban hiszünk, hogy fogyatékos embereknek vissza kell tudni az élet önállóságát adni. Ebben egy nagyon nagy hátrányból indultunk itt a kommunizmus évei után, amikor mindig el volt dugva, el volt rejtve a fogyatékosság ügy sok száz fős intézményekben, ezért nem is volt róla értelmes társadalmi párbeszéd. Azt gondolom, hogy ilyen intézményekre van szükség, amikor látják a településen, a városban lakók, hogy ettől nem kell félni, nem kell megijedni, meg kell találni azt a foglalkoztatási formát, amivel be lehet húzni a város lüktető életébe egy ilyen intézményt is, és egyébként nem kell azokra a szirén hangokra figyelni, ami a jogvédelem átszája mögé bújva egyébként a valós érdekvédelmet, a valós területen lévő tapasztalatot mellőzve próbálják támadni az ilyen építményeket. A kivitelezésért felelős vállalkozás magas szakmai minőséget tűzött ki célul, és az sem hátráltatta, hogy a felmerülő nehézségeket le kellett küzdeni. Az épület külső megjelenésében tükrözi azt, ami a küldetése is. Otthont biztosít méltó körülmények között. Energetikai korszerűsítésre nyert az intézmény állami támogatást. Az energetikai korszerűsítésben nyilván a homlokzat, a nyílászáró és a gépészet szokott bent lenni. Ugye a problémát nekünk itt, ezen a beruházáson közösen a megrendelővel az okozta, hogy itt referencia árak vannak, és meghatározott összegből kell kihozni a beruházást. Miután itt a bontások Tapolcán megkezdődtek, kiderült, hogy itt egy komplett szerkezeti megerősítésre, vízszigetelési problémákra és új tetőre van szükség, és valójában államtitkár úr segítségével és a kormány segítségével elkezdtünk a kivitelezés közben azon dolgozni, hogy megszerezzük hozzá a forrást, és nem megállítva az építkezést, újra gondolni az építkezésen elérendő célt, a forrásokat összeállítani hozzá, meghatározni az új műszaki tartalmat, és szinte egy 3 hónapos leállás után azonnal újra folytatódhatott a munka. Én azt gondolom egyébként, hogy a cégünknek nem ez a legnagyobb beruházása, de ritkán dolgozunk olyan célon, amely cél megvalósításába az ember szívesen részt vesz. És talán nem csak a cél az, ami az embert vezérli, hanem látja, hogy a benne élő, benne foglalkozó, benne munkát vállaló emberek is milyen türelemmel és micsoda odaadással és micsoda kitartással tudnak tenni ezért a dologért. Azt gondolom, hogy az átadón egy óriási filmet láthattunk, amit nem tudom, hogy ki fog tudni akár nyilvánosan is megnézni. Érdemes ezt megtekinteni és elgondolkodni azon, hogy milyen célok is teljesülhetnek az életben. Az átadáson a fiatalok bemutatkoztak énekükkel, majd táncukkal. A fogyatékossággal élő fiatalok, ahogy felvételeinken is látszik, színvonalas körülmények között élhetik mindennapjaikat az újjáépített intézményben. Emellett azonban az a fontos, megtalálták az elfogadó-befogadó közösséget, ahol jól érzik magukat.
Kalla a Kálmán mesterszakács ötletei kifogyhatatlanok, ha spárgáról van szó. Íme háromféle leves készült konyhájában, ebből a nemes alapanyagból. Nézzük, és aztán ki el is készítheti. Köszöntöm a Zóna TV nézőit, és a spárga sorozatba most megpróbálok kétfajta leves bemutatni, és mind a kettőt zöld is, és fehér spárgát is használunk hozzá, tehát a kétszínű spárgából csináljuk mind a kétfajta leves. Csinálunk egy krémlevest, külön megcsináljuk a fehér krémlevest, meg a zöld krémlevest, és majd egy tányérba tálaljuk. Aztán csinálunk egy olyan ragúleves-szerűt, a zöldséglevest, amiben teszek idei sárgarépát, fehérrépát, és akkor így darabosan marad benne a zöldség, és egy kis nokedlit szaggatunk bele deszkáról, ez a kedvencem, két tányér evédre elég. Spárgaleves, nagyon sokan csak a spárga krémlevest ismerik, pedig én nagyon szeretem egy kis idei sárgarépával, egy pici idei fehérrépával, és darabokba beletenni a spárgát, sőt még egy kis deszkáról szaggatott nokedlit is teszek bele, és ha két tányér levest megeszek délbe, akkor kész az ebéd, és szenzációsan egészséges. Na, a spárgát kicsit levágunk a végiből, kemény részt az teljesen, levesszük ezeket a kis keményebb hajtásokat, de csak a végiről, ahol majd pucolj. A zöld spárgát is meg kell pucolni. Van, aki esküszik arra, nem kell azt pucolni, megfogom a spárgát, így ketté töröm, és akkor ezt eldobom. Igen ám, de ez ehető. És sokszor a spárga félbetörik. Így törő, és akkor a felét eldobom, a másik felét megeszem. Á, dehogy. Fogom a spárgát, ugye levesszük ezeket a kis vackokat. Ezeket a vékonyabb spárgákat levesnek szoktuk használni. Egy kicsit levágunk a végiből, és ugyanígy gyorsan megpucoljuk. Ezek a... Így. És ezt félre tesszük, ez lesz levesbe. Ezeket szépen fölkarikázom a levesbe. Fölrakjuk a zöldségeket a spárga ragúleveshez, minek hívjam. Ilyen jó darabos spárgaleveshez. De hát a leves úgy igazi, hogyha a friss répákból van benne. Hagymát nem teszek alá, mert az durva hozzá. A petrezselyem az ízesít nagyon jól, és az elég is lesz bele. Egy kis fehér az ideiből. Így. Ezt beletesszük ide ebbe a kis lábosba, és teszek rá egy kis olajat, és föltesszük párolódni. Így. Alágyújtunk. Gyújt. Olaj. Jó. Meg lesz zöld, meg lesz fehér krémleves. Azt mondja. Leszünk belőle. De úgy csináljuk, hogy a fejeket félre tesszük, mert ez kell majd. Ebben mondtam, igen. Ez lesz a zöld spárga leves. Így, krémleves. Még azért teszek bele. Így, né? Úgy. Jó. Mindjárt főtesszük fölni, csak a fehéret is összevágunk. Pa, 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 pa.
és akkor fölteszem fönni a krémleveseket, erre teszek egy pici húslevest, egy kis húsleves, egy kis víz, kész, mehet fölni. Egyet megvágjuk a petrezselymet ebbe a darabos levesbe. Petrezselyem, egy kis liszt, megvan. Óvatosan kell itt a lisztet rászorni ilyen stabolásnál, hogy nehogy csomós legyen, tehát hogyha már lepirult zsírjára, az a lényeg, hogyha a liszt az keveredik egy picit a zsíradékkal, akkor ezek a lisztszemcsék átvonódnak zsírral, és akkor már nem fog összecsomósodni. Jó, akkor ezt fölengedjük egy kis húslevessel. Így, már belejöttünk mindent. Na, akkor ebbe beleteszem a fehéret, ugye, és ez benne marad így egészbe. Mindjárt ezt kicseréljük, hogy ez gyorsabban menjen. Már kezd jó nézni, jó kinézni. Jó van. Most leturmixoljuk ezeket, jó? Ezeket a krémleveseket ott a asztalnál. Megpróbálunk kitálalni, jó? Nem biztos, hogy sikerül. Ez tényleg a kedvenc ételeim, nem elég, a spárgaleves főleg, de mindenféle spárga. Egyedül azokat a spárgás ételeket nem szeretem, ahol variálják. Az én könyvemben is van ilyen, hogy spárgás rétes. Tehát akkor már tuti, hogy túl sül, túl föl. Vagy betöltik húsokba, meg külön csirkével, hallal betöltve, azok már nem jók. Tehát a spárgának ennyi főzés kell, és utána fogyasztani, vagy melegen, de akkor sem úgy, hogy főforralom, olyan kellemes meleg legyen, ne forraljuk föl, mert akkor túl föl. Tehát ez így nekem a kedvenceim, és minden évben várom a spárga szezon nagyon. És hát, ha minden összejön, azért még egyszer szeretném megmutatni a kovászolt zöldspárgát.
arra sort kerítek. Majd csinálok előre, hogy legyen mit megmutatni, meg kóstolni, meg majd megmutatjuk, hogy hogy kell eltenni. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4 keretes képújság szolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Ha a hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink! Köszönjük, hogy velünk tartottak. A Zóna Televízió magazin műsorával természetesen a jövő héten is jelentkezünk érdekes, aktuális témáinkkal. Várjuk Önöket továbbra is, viszontlátásra!